Idén is elindul a Nyitott Kapuk rendezvénysorozat, amit Tatabánya város 17 éve rendez meg. Minden évben a szolgáltatók és a természet és környezetvédelemmel is foglalkozó civil szervezetek csatlakoznak a programhoz, akik lehetőséget biztosítanak a fiataloknak arra, hogy betekintést nyerjenek a szakmájuk rejtelmeibe. Gyerekek nagyon nyitottak, és most tudják elképzelni, hogy mit csinálnak adott esetben a szüleik, vagy a csoporttársaiknak a szülei, vagy a barátaiknak a szülei, és ők olyan kérdéseket tesznek föl, amelyek a szolgáltatóknak, az ott dolgozó embereknek is rámutatja a dolgot arra a lényegre, hogy mit lehetne esetleg még jobban csinálni, vagy még inkább úgy csinálni, hogy a környezetünk számára kevésbé legyen terhelő, hiszen ez a Nyitott Kapuk nem csak arról szól, hogy a szolgáltatók megnyitják a kapuikat a gyerekek számára, hanem azt is bemutatják, hogy ők mit tesznek a környezetük védelme érdekében. Ez egy ilyen kettős céllal létrejött rendezvény. Idén 13 szolgáltató és 5 civil szervezet csatlakozott a rendezvénysorozathoz. A program 3 fő részből fog állni. Az első egy kiállítás, amely a mai megnyitó ünnepség alkalmával 2 napig ingyen látogatható a Tatabányai Múzeumban. A mai naptól kezdve a szolgáltatók 1 hónapon keresztül kinyitják a kapuikat a odalátogatóknak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az intézmények megkapják az összes szolgáltatónak a fogadó táblázatát, és ők maguk jelentkezhetnek az adott szolgáltatónál, hogy szeretnének csoporttal elmenni hozzájuk. És a végén, május 29-én pénteken egy záró versenyen a résztvevő gyermekek egy játékos vetélkedőben számot adhatnak a megtanultakról. A Nyitott Kapuk rendezvénysorozat részeként egy alkotói pályázatot is meghirdettek. A rendezvénysorozat során megismert egyes szolgáltatókról és tevékenységükről várnak egyéni képzőművészeti alkotásokat a gyermekektől. Ennek beküldési határideje május 22. A legjobbakat külön díjjal jutalmazzák majd a szolgáltatók.